Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! A tojás a termékenységnek, az újjászületésnek a legősibb jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étkezésben is, de a locsolókat is ezzel várták a nők. A tojás színezése régre nyúlik vissza, leggyakrabban pirosra festették a tojásokat, a vallásos emberek számára Krisztus kereszt halálának feltámadásának jelképe. A tojásfestés az egész világon ismert népszokás. Magyarországon is többen gyakorolják a tojásírás hagyományát. A győrei származású Filomella Edit eleveníti fel a tojásfestés történetét. A húsvéti hagyományok őrzői a tojásírók. Győrén a helyi alkotók házába, több vitrínbe is Filomella Edit megírt tojásai láthatóak. Már kisgyerek korában megismertette el művészettel nagymamája. A generációról generációra való átörökítést pedig ő maga is gyakorolja, hiszen kislányával közösen írnak tojásokat a húsvét közelettével. Többféle technikát alkalmaz. Ezek bemutatása mellett a tojásfestés történetét is feleveníti. Nálunk húsvét előtt már hetekkel elkezdődik otthon a tojásírás, és nagyon lelkesen mindig bele is veti magát. Ugye hát van még két fiú testvére, ők is néha-néha egy-egy tojást festenek, de hát ő vérbeli kis alkotó, és ő minden évben ott nyüzsög mellettem, és szebbnél szebb tojásokat készít most már nagyon ügyesen, és ezért hoztam el őt is, hogy meglássuk, hogy ez igazán még gyerekeknek is milyen kis szép és érdekes dolog tud lenni. Régebben jelzési értéket is bírt a tojások színe. Ha a lány piros tojást adott a fiúnak, azt jelentette, hogy fogadja az udvarlását. A zöld tojás az elutasítással volt egyenlő. Régen főtt tojásra írtak, mivel akkor még egész más volt a szerepe ennek a tojásírásnak, nem a díszítő érték és a bemutató és a kiállítás, hanem akkor a locsolók kapták, megszentelték a tojásokat előtte vasárnap a templomban, az ételekkel együtt, és mondjuk termékenységvarázslásra használták, kitették a varázdába, kivitték a tyúkolba, azért, hogy jobb legyen a termés, jobb legyen az állatok hozama, és hát természetesen ugye a legfontosabb szerepe az az volt, hogy a hétfői locsoláskor a lányok ezzel fejezték ki a köszönetüket a locsolásért, és jelentést is hordozott az, hogy milyen színű és milyen mintájú tojást kaptak a locsolásért a fiatal emberek. Most már én kifújt tojásra dolgozom, ami a kifújás az úgy történik, hogy kiukasztom egy hústűvel alul és felül a tojást, vagy ha a libatojással dolgozom, akkor kicsit megfúrom, mert azt nagyon nehéz átlyukasztani tűvel. És hát erre mindenkinek másféle praktikája van, én simán szájjal kifújom, nekem semmiféle más eszköz nem vált be. Fontos, hogy mielőtt dolgozunk a tojáson, száradjon, tehát legyen kiöblítve belülről is, és jó pár napig száradjon, tehát frissen kifújt tojásból, ha még csurog a tojáslé, vagy nincs kitisztítva rendesen, vagy akár a víz, az tönkreteszi a munkát, tehát szépen kiszáradt, kitisztított tojásra lehet dolgozni. Főtt tojásra is lehet nyugodtan, az nem biztos, hogy évekig eltartható. Jó, akkor amire még szükségünk van, az a viasz, amivel írjuk a tojást. A viasz az, én méhviasszal dolgozom, de lehet parafin alapú viaszt is használni, bármilyen gyertyát, kezdőkkel, pici gyerekekkel, teamécsesekkel szoktunk dolgozni. Amire még szükség van, az az íróka. Az íróka tájegységenként más néven fut. Itt Tolna Baranyába gicának hívják, ami egy kis fém csövecske, bele van szerkesztve egy fabotocskába. Ez a cső van, amikor teljesen párhuzamos, van, amikor egy picit tölcséres. Ez is tájegységenként eltérő lehet. Én használom mind a két formát. A párhuzamos csövű írókát azt saját magam is elkészítem. A foglalkozásokon ilyenekkel szoktam dolgozni kezdőknek. Ez szerintem egy picit könnyebb ezzel dolgozni, mint a csöves írókával. Egyszerűen egy kis fém lapocskát tűn megtekerek, és egy dróttal beleerősítem egy bevágott fa pálcába. Minél vékonyabbra tekerem, annál vékonyabb írást tudunk a tojásra felvinni, vékonyabb vonalakat. Kezdőnél nem biztos, hogy a nagyon vékony a legszerencsésebb, mert esetleg annyira bizonytalan mégis nem látja a vonalakat, neki egyszerűbb, hogyha esetleg egy kicsit vastagabb csövű írókával kezd. A festékek, a
régi időkben növényi alapú festékeket használtak. Én is kísérleteztem nagyon sok növényi festékkel. A legismertebbek az a vöröshagymahéj, lilahagymahéj, lilakáposzta, bodza, cékla, csalán. Ezekből lehet a festőleveket elkészíteni. Itt egy növényi főzettel festett tojást mutatok, ahol a vöröshagyma héjából készített páclé adja ezt a világosabb barna árnyalatot, és a lilahagyma héjából készített páclé adja ezt a sötétebb barna árnyalatot ezen a tojáson. Később ezeket felváltották az ételfestékek, amit simán húsvéti tojásfesték kis tasakokba lehet kapni az élelmiszerboltokban ilyenkor húsvét előtt. Azok ételfestékek, azoknak gyorsabb a hatóidejük és intenzívebb színeket és különlegesebb színeket is lehet belőlük alkotni. Foglalkozásokon ezeket szoktuk használni, egyszerűbb a használata. Itt is most piros és sötétkék, vagy majdnem fekete ételfestékkel kevert páclevet hoztam. A növényi festőleveknél is, és az ételfestékből készült festőleveknél is ecetet kell hozzáadni. Én picit kevesebbet szoktam, mint ami általában a tasakra van írva. Egy ilyen 2 decis pohárban elkészített festőléhez egy evőkanál ecetet szoktam tenni, tehát én kb. 2 decinként egy evőkanállal, az mindenképp kell bele, az segít az intenzívebb festődésben. A magyar hímes tojás díszítésének jelképrendszere is jóval a kereszténység előtti időkből való. Az ősi kultikus jelek a régi magyar élet és hitvilág fontos részeit tükrözik. A régebbi időkből származó rajzokból felismerhető a pásztorkodás, lovas élet, természet, örök élet, termékenységvarázslás és a világ mindenség ábrázolása. A legelső mintáimat a dédi mamám által írott tojásokról gyűjtögettem egy kis füzetbe, aztán utána igyekeztem minél több tájegység mint a világát megismerni. Itt a Kárpát-medencében nagyon nagy hagyománya volt a tojásírásnak, és óriási mintakincs áll a rendelkezésünkre. Erdélyben is nagyon sok régióban még ma is él ez a művészet, és nagyon sok mintánk van onnan is. Természetesen a tájegységeknek a mintái sok átfedést is mutatnak, tehát megvan ugyanaz a minta akár egy tolnai baranyai tojáson, akár egy csángó tojáson is, csak legfőjebb egy pici eltéréssel. A motívumok leggyakrabban munkafolyamatokat vagy munkaeszközöket ábrázoló motívumok lehetnek, akkor megjelennek az égitestek, nap, hold, csillag, megjelennek a növények, a virágok, a tojásokon. Néhány állat, egész állatábrázolás is megjelenik, de általában inkább csak állati testrészek, például kakastaré, báránylába, ilyesmik. Hazánkban a legelterjedtebb módszer a tojás felosztásával kezdődik. Ekkor hosszanti vonalakkal két vagy akár több mezőre osztják a tojást, ezt hívják rámázásnak. Kezdő és gyakorló tojásírók is közkedvelt technikája. Az így kialakult mezőket díszítik, és ezt hívják tojáshímzésnek. Majd az így elkészült tojás lesz a hímes tojás. A legtöbb minta osztással kezdődik, egy függőleges osztókörrel, vagy két függőleges osztókörrel, akkor már ugye 4 mezőre osztottuk függőlegesen a tojást, és egy vízszintes osztókörrel, ez a leggyakoribb osztás. Ezt természetesen lehet még tovább osztani, tehát mondjuk a csillagos mintáknál, vagy más mintáknál még a keresztek középpontjából még indulnak osztások, és ebbe építik fel a mintát. Természetesen vannak olyan minták is, ahol nem jelenik meg az osztás, hanem elindul a minta, és akár az egész tojás felületét befedi. A kezdőknek érdemes az osztókörökkel indítani, mert ez sem egyszerű, hogy arányosan elosztani a tojást, de segít az osztókör abban, hogy a minta elemeket szebben, arányosabban elhelyezze valaki a tojáson. Nagyon fontos a viasz hőmérséklete. Általában az első hiba lehetőség, amikor sikertelennek tűnik a próbálkozás, hogy nem elég forró a viasz. Akkor egy ilyen
szaggatott vonal, tehát nem folyik ki szépen abból a kis fémcsövecskéből, hanem egy ilyen recés szaggatott vonal jön létre, vagy egyáltalán nem is tud kifolyni. Ilyenkor tovább kell melegíteni az íróka csőrét, vagy ha valaki nem gyertyával dolgozik, hanem edényben fölolvasztott viasszal, akkor annak a hőmérsékletét még tovább kell emelni. Én úgy szoktam, hogy akkor az íróka csőrét melegítem át még jobban a lángban, és utána nyúlok bele a viaszba, és akkor ha az íróka fém része kellően forró, akkor nagyon szép egyenletesen folyik ki belőle a viasz. Fontos még, hogy az írókát ne úgy, mint hogy ceruzával írunk, így ferdén tartsuk a tojás felületén, hanem a lyuk teljesen szembe helyezkedjen a tojás felületével, és úgy érjen hozzá, akkor tud szépen kifolyni belőle. A kifújt tojásoknál én a lyukat azt viasszal befolyatom, hogy a festőlé ne folyjon bele a tojás belsejébe. Nem baj, ha valaki ezt nem tudja megtenni, mert elég nehéz, főleg, hogyha valaki viszonylag nagy lyukat fúr a tojásra, akkor azt nehéz beviaszolni. Semmi baj nem történik, ha belefolyik a festőlé, és utána kifolyik. Csak jóval tisztább munka, és kevésbé leszek nyakig festékes, hogyha nem kell kifújogatni belőle a festéket, és utólag kifolyatni, vagy ha esetleg még utólag folyik ki belőle egy kis festék, amikor már leolvasztottam a viaszt róla, akkor az tönkre tudja tenni a munkát. Tehát célszerű, hogyha sikerül, akkor beviaszolni a lyukakat, hogy belőle folyjon bele a festőlé. Ahol hozzáér a bögre, ott ne maradjon folt, vagy ahol hozzáér a pohár falához, és akkor ennek kb. Így 5 percig, néha közben megforgatom. Ha egyenletesen megfogta a festék a tojást, akkor kivéve a festékből lecsöpögtetjük, ezután várunk egy kicsit, hogy teljesen megszáradjon a tojás felülete. Végül következik az utolsó lépés, a viasszal való fényezés. Én úgy szoktam leolvasztani a tojás felületéről a viaszt, hogy a láng fölé tartom, körülbelül olyan 5-6 centire, közelebb nem, mert akkor megég a tojás héja, és egy barna folt lesz rajta, és így a láng hője gyönyörűen megolvasztja a viaszt, és azt egy ilyen kis gyengét törlő mozdulattal elkezdem letörölgetni, és ezzel be is vonom a megolvadt viasszal a tojás felületét, amitől egy picit fényesebb lesz, és egy ilyen védőréteget is képez, tehát nem tud könnyen megsérülni a festés. És szépen forgatom körbe-körbe, és megyek végig a tojáson, és letörölgetem az olvadt viaszt mindenhonnan. A sárközi mintakincs lényegesen eltér más tájegységekétől. Motívumai nagyon egyediek, így a sárközi hímes tojások egyedülállóknak számítanak. Magyarországon van egy terület, nem messze innen, a Sárköz vidéke, ahol nagyon különleges tojásokat írnak. Ugye a legtöbb tájegységben általában a legjellemzőbb a simán pirosra festett tojás. A nagyon színes tojások nagyon ritkán jelennek meg, viszont a Sárközre jellemző az, hogy nagyon színes tojásokat festenek. Egy tojáson belül megjelenik a sárga, a piros, a kék, a zöld és a fekete szín, a fekete mint háttérszín. Általában növény, virágmotívumok, madár motívumok láthatóak a tojásokon, és jellemző még rá, hogy az alap mintán kívül pöttyökkel is díszítik a tojást, amit így véletlenszerűen megjelenítenek a tojás felületén itt-ott. Ennek a technikája lényegében ugyanaz, mint a sima írott tojásnak, csak itt azt a műveletet, amit egy piros tojáson csinálunk, azt itt 4-szer vagy 5-ször csináljuk végig, ugyanis először felírjuk a mintát a tojás felületére, először a legvilágosabb színbe kerül bele, a sárgába, miután kivettük és megszáradt, utána nem leolvasztjuk a viaszt, mint egyszínű tojásnál tennénk, hanem tovább folytatjuk a viasszal lefedést azokon a területeken, ahol szeretnénk, hogy sárga szín maradjon meg.
aztán a piros festékbe kerül, abból kivéve és megszárítva lefedjük azokat a mezőket viasszal, amit pirosan szeretnénk tartani, azután megy a következő színbe, ha szeretnénk kéket használni, akkor az lesz a következő árnyalat, az lilás színt fog adni rajta, aztán a zöldbe, és végül egy ilyen nagyon sötét lilás, sötét kékes páclébe kerül, ami feketét ad, és ez lesz az alapszín. A Kárpát-medencében nagyon jellemző díszítési mód a pöttyözés. A pöttyözéssel emelik ki az egyes mezőket, vagy különítik el egymástól. Ez a pozitív-negatív pólus, e-világ, túlvilág jelenik meg ebben az eltérő kiemelésben. Ez a Kárpát-medencén kívül nem jellemző, ez a pöttyözéssel való kiemelés, tehát ez kifejezetten a mi sajátosságunk. Magyarországon egy területen, a Gömöri régióban használnak egy olyan technikát, amikor a viaszt nem csöves írókával, hanem gombos tűfejes írókával viszik föl a tojás felületére. Ezzel nem azokat a hagyományos mintákat tudják írni, amik osztókörökkel indulnak, hanem pöttyöket, vagy pöttyökből induló pici vonalkákat, és ebből alakítják ki a mintákat. Miután kiválasztottuk a mintákat, és elvégeztük a tojásírás folyamatát, akkor egy utolsó lépés van hátra. Elhelyezni lakásunkba a megírt tojásokat. Akár egy kosárba kihelyezve díszítheti az ünnepi asztalt, de más lehetőséget is választhatunk. Fel lehet még fűzni, hogy felakasztható legyen. Azt én úgy szoktam, hogy hímzőfonalat használok hozzá, és színben hozzáillő gyöngyöt teszek a lyukakhoz, a lyuk elfedésére. Ez a tojásfa szokta díszíteni az anyujék nappaliát húsvétkor, vagy az ebédlőjét. Ezen a családunk által készített, különböző technikával készített hímesek vannak. Nagyon sok van, amit én készítettem, van, amit még nagyon régen készítettem, látszik is a vonalakon, hogy ahhoz képest azért már sokkal rutinosabb vagyok. Van olyan, amit a testvérem készített, például a gyöngyös tojásokat, és hát vannak olyanok, amiket a gyerekeink készítettek, és a mamáik kapták ajándékba. A keresztény egyházak számára a húsvét az egyik legfontosabb ünnep. A rendkívüli helyzet okán az idei különleges lesz. A felekezetek vezetői mondják el a következőkben gondolataikat az ünnepről. Nagy csütörtökön igazából számomra egyik legfontosabb nap lesz, amikor is Jézusnak az elfogatása történik. De nem csak az elfogatása történik, amikor tőlünk, emberektől elveszik, hanem egyben megadja az utolsó jelét az ő szeretetének. Ezt többféleképpen fejezi ki, az egyház szimbolikusan is megmutatja ezt. Amikor sokan vagyunk a templomban, akkor van például lábmosás szertartása. Itt megmosjuk 12 embernek a lábát, és azt mondjuk, hogy ők velünk egy közösségben vannak, és ott van, nekem ez mindig nagyon megható, hogy ott van Júdás is. Júdás lábát is megmossa Jézus, ami azt jelenti, mert azt mondja a végén, ti is tegyétek, amit most én tettem, hogy Júdás lábát is meg kell mosnunk, bármilyen nehéz a rossz embereknek, a bennünket eláruló embereknek is jót tenni, szolgálni. Most ezt meg kell tennünk, és nem csak most, de most kiváltképpen nem figyelhetünk arra, hogy valaki ilyen vagy olyan ebben a nehéz helyzetben. Fájdalmas napunkon, amikor az egész világon sehol nincsen szentmise, úgy mondjuk, hogy csonka mise van, vagy a kereszt hódolata van, ilyenkor a világ lecsendesül. Most ezt fizikálisan is szó szerint érthetjük, hogy az egész világ lecsendesül, lecsendesült, ha hisz, ha nem hisz, ha szereti Jézust, ha nem szereti Jézust. Valahol mindenki ugye otthon marad, otthon vannak az emberek többségében, lecsendesül a közlekedés, lecsendesül minden, és Jézus ezen a napon halt megértünk. Bármilyen elképzelésünk volt az életről, a jövőről, voltak a nagy terveink, és most minden egyszerre becsukódik. Ki tudja, hogy mikor, mit tudunk megvalósítani, mikor jön megint egy ilyen esemény az életünkben, talán egy kicsit jobban rájövünk arra, hogy nem mi akarjuk az életünket irányítani, tegyük, amit tennünk kell, de az Isten tenyerén élünk. Tegyük meg azt, amit ő mond, mert Isten Jézus
életét adta értünk, megmutatta azt, hogy én szeretlek benneteket, képes vagyok meghalni értetek, és bízzátok rám minden esetben, járványon kívül az életeket. Az ige liturgiát azzal is kezdjük, hogy lefekszünk, hasra fekszünk, leborulunk az Isten előtt. Kifejezzük ezzel is, hogy milyen kicsik vagyunk mi az ő teremtettségében, hogy az ember az Istenhez képest hol van, leborulunk az Isten előtt. Így kezdjük az egész liturgiát. Kicsinségünket mutatjuk meg, és a járvány is megmutatja azt, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyire nincs erőnk mi mindent megtenni. Nagy szombat feltámadása az Úr Jézusnak. Ez is nagyon összefügg nekem a járvánnyal olyan szempontból, hogy hiszem a feltámadást, minden temetésen erről beszélek, hogy nincsen vége az életünknek a halállal, mert van feltámadás, tovább élünk, a lelkünk tovább él. Ugyanígy hiszem, hogy a járvány után is lesz feltámadás. Egy kicsit másként fogunk gondolkodni talán az életünkről. Ezen a szentmisén a nagy allelujázás lesz majd, mert az örömünk, a feltámadásban való örömünk, hitünk, halál utáni élet bizonyítása következik be számunkra. Ezért olyan fontos az, mert mi keresztények nem tudunk úgy gondolni semmire, semmilyen fájdalomra, nehézségre, hogy ne látnánk mögötte, ne látnánk ott a feltámadás fényét. Mi mindig látjuk ezt a fényt, mi mindig tudunk hova tartani, hova menni a feltámadás fényében. Ezért nagy ajándék a hívő embernek, hogy ő tud keresztény módon, hívő módon gondolkodni. A húsvét azt hiszem, hogy valamennyiünk számára az egyik legfontosabb és várva várt ünnep. Az én számomra az élet, a nagybetűs életnek az ünnepe. Nyilván összefügg ez a tavasszal, amit az ember úgy vár, a hosszúra nyúlt tél után, vagy éppen szürkeség után. De nagybetűs élet, mert hiszen a halál legyőzőjét Krisztus köszöntjük húsvétkor. A legrégebbi ünnepe a keresztény egyháznak. Igazából minden vasárnap ezt ünnepelték a mi őseink kezdettől fogva, és aztán évről évre visszatérve ehhez az ünnephez. Az idei húsvétra való készülés számomra is különleges, és a közösségünk, és azt hiszem, hogy minden keresztény közösség tagja számára, hiszen a megszokott közös együttléteket fel kell cserélnünk valami másfajta istentiszteletre. A virágvasárnap jellemző tömeges összegyűlés és közös éneklés helyett most megmarad a jeruzsálemi tövek kívülről való figyelése, vagy ilyen csendes magányban való figyelése, és ugyanígy, amikor majd a húsvéti örömhéről gondolkodunk együtt, akkor marad valahogy ez a magunkban figyelős, ilyen belső szobába visszavonulós ünneplés. Azt hiszem, hogy ezeknek az időknek talán éppen ez a lehetősége. Minden fájdalma vagy tragédiája mellett talán ez a lehetősége, hogy az életünknek ezt a fajta formáját, vagy a figyelésünknek ezt a fajta formáját, amit a nagy nyüzsgésünk, pörgésünk közepette egyszerűen nincs esélyünk gyakorolni. Ezt a befelé figyelős, vagy belülről fölfelé Istenre való figyelést, ezt most gyakoroljuk. Ezt nem csak én mondom, ezt sokan, nagyon sokan így figyelik meg világszerte, országszerte, közösségünkből is sokan mondják. A számomra egyik legfontosabb kifejezés, amit hallottam, és hogy magam is próbálom valahogy értelmezni a jelen időket, az a sabbát kifejezés. Az ünnepnap volt ugye régen, a pihenés napja sabbát, ami keresztény hagyományban éppen a Jézus vasárnapi feltámadása miatt ez az ünnep a vasárnap, de megmarad ez a kifejezés az időnkénti leállásra, pihenésre. Vannak kultúrkörök, ahol szellemi foglalkozásúak sabbat évet kapnak például a pihenésnek a lehetőségét, megadjuk a termőföldnek és a sabbat évet, hogy tudjon felkészülni a következő termésre, mintha jelen időkben az Úristen ugye elrendelt volna az egész világnak egy ilyen sabbatot, mintha azt mondta volna, hogy egy kicsit álljatok le, kicsit pihenjetek befelé, fölfelé, jobban magatokra, jobban egymásra. Azt hiszem, hogy minden félelmetes jelensége, minden tragédiája mellett van valami ilyen különös rügy, ilyen életet hordozó bimbó ezekben az időkben. Talán éppen ennek az elcsendesedésnek a lehetősége és ideje.
Mielőtt idejöttem, hogy beszélgessünk, az egyik fogvatartott megkérdezte tőlem a börtönben, ugye a húsvét nagyobb ünnep a keresztények számára, mint a karácsony. És erre azt válaszoltam, hogy nagyobb. Azért, mert még a karácsonyban azt ünnepeljük, hogy az Isten a maga szintjét közel hozza hozzánk, és meggazdagítja, Isten ilyen meggazdagítja az emberi életet, addig a húsvétban azt ünnepeljük, hogy ez az emberi élet, ami továbbra is aktív marad, és kiiktatja magából az isteni jót, ez sem marad isteni ajándék nélkül, hanem az Isten feltámad és visszajön hozzánk. Ha dióhéjban kellene összefoglalni a húsvét üzenetét, akkor ezt mondanám. Ez a húsvét lényege, hogy Jézus, akiben az Isten maga közel jött hozzánk, és végigélt egy teljes életet, a maga isteni valóságával gazdagított minden emberi tapasztalatot, tanított közöttünk, gyógyított közöttünk, éreztette a közelségét, de mi kiiktattuk, kidobtuk magunkból, mozdulatlanná szegeztük, annak ellenére, hogy mi a halálba küldtük, ő újra megajándékoz a jelenlétével és él. Ezt jelenti a feltámadás ünnep. Ezt ünnepeljük újra és újra, minden vasárnap tulajdonképpen, így is hívjuk a vasárnapot, hogy ez az Úr napja. Egy nagy idő rendbeli, gondolkodásbeli váltás történt meg a feltámadással. Nagyon szép volt a zsidó ember hitvallásos gondolkodása. 6 napon át munkálkodik, és a 7. napon, szombaton megtapasztalja azt, hogy az Isten kegyelme átemeli ezen a napon, még akkor is, hogyha ő nem tesz semmit, az Isten munkálkodik. A keresztény ember gondolkodása Krisztus feltámadásával megváltozott. Nem csak azt tapasztaltuk, amit a zsidó ember is tapasztal, hogy a 7. napon átsegíti az Isten, hanem azt tapasztaltuk, hogy a 7. nap és az első nap között egy újat alapozott meg az Isten. És úgy indíthatjuk a hetet, nem úgy, hogy 6 napon át munkálkodok, és a 7. valahogy átvisz a lendülettel az Isten, hanem ezzel indítok, hogy az Isten visz engem, mert Krisztust is fel tudta támasztani a halálból, míg az emberi életbe is Isten itt tudott ajándékozni. Saját magam számára tulajdonképpen hasonlót jelent a húsvét, amit megélek rengeteg mindenben. A természet ébredésétől kezdve az ige újra megszólalásáig, mert ez a szakmámhoz is tartozik, de a hitéletem része is, hogy az Isten mai napig szól. Nem meghalt az Isten, nem halott az Isten, ahogy Nietzsche mondta a maga filozófiai mélységében, hanem az Isten él, és mai napig keresi a kapcsolatot mi velünk, és ennek mindig örülhetünk, amikor a kapcsolatot megtalálja, mi ebbe a kapcsolatba belekapaszkodhatunk, és ezen keresztül erőt kaphatunk. Ami pedig a jelenlegi állapotot, ezt a vírusfertőzéses veszélyt és félelmet illeti, nagy rokonságot vélek felfedezni az egykori tanítványok tapasztalata meg a mi tapasztalatunk között. Nagypéntek előtt állunk, amikor nagyon megrettentek a tanítványok, és azt érezték, hogy a legnagyobb bajban maradnak egyedül, azt is vélték, hogy isteni segítség nélkül. De utána húsvétra ébredhettek, amikor megtapasztalták, hogy van feltámadás. Ebben reménykedek, ennek a megtapasztalásában én is minden nap. A templomot is most is szellőztetem, nem csak a kamerának nyitottam ki, hanem melegen tartom, amennyire rajtam múlik, hogy amikor a gyülekezet visszajön, újra ünnepelni tudjuk az Istennel való kapcsolatunkat. Böjtölünk most a közösségi élettel, a böjtben amiatt mondunk le valamiről, hogy az Istennel való kapcsolatot annál jobban megélhessük, most a közösségi élettel is böjtölünk, és várjuk annak dicsőséges feltámasztását. Attól várjuk, aki hatalmasabb minden bajnál, aki a halált is le tudta győzni, aki Úr még a koronavírus, sőt még a félelmeink fölött is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!